Érdekes és színes előadásokkal, illetve kikapcsolódási, sőt, tanulási lehetőséggel készül a Szekszárdi Kulturális Központ. A következő két hétben is igen gazdag programkínálattal várjuk a Babits Mihály Kulturális Központba minden kedves érdeklődő családokat. Mivel is kezdhetnénk ezt a programajánlót, mint a hétvégi húsvéti játszóházunkkal. A házunk előtt már szépen felkészítve áll a mindenki tojásfája. Nagy örömünkre ebben az évben is nagyon sok kézzel festett, saját maga által díszített tojásokat hoztak be gyermekek és szüleik, amellyel egy kicsit húsvéti hangulatot tudunk már is teremteni itt a ház környékén, és akkor vasárnap pedig egy egész délelőtti programmal várjuk a kisebbeket, nagyobbakat. A játszóház húsvéti ajándékok készítése mellett fellép a Tücsökklub, illetve Nagy Molnár Dávid egy világbajnoki második helyezett bűvésznek a programját is láthatják a gyerekek. Mindenkit szeretettel invitálunk egészen 9 órától délután 2-ig. Mindenki itt a húsvétira teljes örömmel készülhet fel. A történelem iránt érdeklődőknek is kedveznek, ugyanis a már régóta futó Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretein belül Kuni Miklós történész, Szovjetunió és Oroszország szakértő érkezik Szekszárdra március 26-án, amikor is a katonai és politikai hírszerzésről tart előadást. Folytatódnak a színházi műsoraink. Piros Ildikó előadó estjét a Színházi Világnap kapcsán március 27-én láthatjuk a rendezvényterembe, illetve lesz egy kiváló gyermekkoncertünk is, a Csigabiga Show, Kalap Jakab gyermekkoncert, ez már április 7-én zajlik, és nagy örömünkre ebben az évben is folytatódik a Cinege Madár Tolna megyei népdaléneklési verseny, melynek mindkét elődöntőjét április 8-án és 10-én is itt a Babits Mihály Kulturális Központban rendezünk meg. Április 11-ével zárnám most ezt a kis programajánlót, hiszen a költészet napja a mi intézményünk életében is nagyon fontos. A Művészetek Házában a mai magyar kortárs irodalom legjelesebb alakjai fognak versekkel, illusztrált előadásokkal készülni, úgyhogy azt gondolom, ez is egy méltó megemlékezés lesz ezen a világnapon. Mindezek mellett további programok is lesznek, ezekről az intézet weboldalán lehet tájékoztatást kapni.